rohamjárőrök. Közelebbről is megismerhetjük Durham és Cleveland legelszántabb rendőreit. A brit rendőrséggel készített akciódús felvételeknek köszönhetően. Megnézhetjük, ahogy levadásszák és rács mögé dugják az ország legproblémásabb régióinak rossz fiúit. Lesokkoljam! Villámgyors járőrautókkal, képzett kutyákkal, térdre! És lőfegyveres rendőrtisztekkel. Rendőrség! Ha a helyzet elfajul, a rohamjárőr beindul. Kifelé! A földre! Ilyen egy átlagos nap. A mai adásban egy féktelen sofőrrel birkóznak. Álljon meg! Leszerelnek egy macsat és őrültet. Rendőrség! És leterítenek egy vadászt. Ellenállok! Rohamjárőrök. A rohamjárőrök ellenőrizhetnek bármilyen autót, amelyik Anglia 400 ezer kilométeres úthálózatán közlekedik. Jó reggelt! Hogy hívják? Amíg a legtöbb sofőr gond nélkül félreáll és megmutatja a papírjait, valamint a járművét, vannak, akik bármi áron el akarják kerülni az ellenőrzést. És amikor próbálnak kereket oldani, más sem kell a rohamjárőröknek. Most múlt éjfél Hartlepoolban, és Andy Lawson rohamjárőr a csapat egyik BMW 3-asában halad. Andrew Lawson, álmai autója Lotus Elan, kedvenc filmje a Vaskabátok, kedvenc énekese Barry Manilow. Tapasztalt sofőr oda van a sajtburgerért, valamint a törvény és a rend híve. Mindig tudja, hogy jókor legyen a jó helyen. Pár kilométerre egy másik rohamjárőr elől meglógott egy piros Fiesta, ami, micsoda véletlen, éppen Andy irányába tart. Bekapcsolja a villogót, és a 3 literes bajor fenevad csak úgy fajja az aszfaltot. Útban a helyszín felé, ahol a Fiestát utoljára látták, Andyre rámosolyog a szerencse. A sasszemű rohamjárőr azonnal kiszúrja a szembejövő kivilágítatlan Fiestát. Hartlepool felé! Az ösztönei azt súgják, hogy ez lógott meg a kollégája Ego elől. 903, itt jövök mögötted. Kérj engedélyt a főnöktől taktikai üldözésre és megfékezésre. Ez a száguldó veszélyes járművek megállítására utolsó mencsvárként használt különleges módszereket jelenti, mint a bekerítés vagy a szöges útzár. És talán szükségük is lesz rá. A kocsi a jelét sem mutatja annak, hogy megállna. Továbbítom. Taktikai üldözés és megfékezés engedélyezve. Jó, letér az útról. Bármit titkol a sofőr, el akarja kerülni a törvényt. Füves területre tért. Talán meg fog állni. De lehet, hogy megint rákapcsol. De nem áll meg. Nem gyalog folytatja, hanem egy keskeny szakaszon visszaoson a közútra a korlát mellett. Visszatért az útra. Tapadj rá! Nem tudok oda menni. Túl keskeny a szakasz, hogy Andy követni tudja. De tudja, hogyan vágjon a makacs Fiesta elé. Maradj közel, jelezd, mi van. Ego a nyomában van. Megállt? Igen. A Fiesta elé került, gyorsan kell dolgoznia. Elővesz egy szöges útzárat, ami azonnal kiszúrja a Fiesta abroncsait, és így abban a pillanatban váratlanul megállni kényszerül. Keresztbe teszi az úton, és a csapda készen áll. De úgy tűnik, nincs rá szükség. Megálldi! Állítsa le a motort! Állítsa le! Kifelé! A földre! A földre! Mit mondtam?
Ide a kezét, azonnal! Na. Mivel nem tudni, hogy kivel vagy mivel van dolga, nem kockáztathat. Megbilincseli. Miért csinálta? Ma temették a nagyimat. Nagyon rossz napom van, nem tudom, hogy mit mondjak. Sajnálom. Furgont kérek. Állítólag rossz napja van, de az elmúlt 20 percben két járőr elől is meglógott. A földre! Ezzel nem menti ki magát. Mi a mentsége? Mint mondtam, rossz napom van. Ma temették a nagyimat. Részvétem, de nem jogosítja fel ilyenre. Tudom, most lecsuk, mert hülyeséget csináltam. A hülyeség találószó. Azt hitte, hogy megszökhet a rohamjárőrök elől egy rozog a Fiestával. Az is lehet, hogy lopta. Ki a kocsi? Az enyém. Ma vettem. Nem lopta? A zsebemben van a forgalmi. Nézze meg. Ego örül, a kocsi a sofőré, de őrizetbe veszi, amiért nem állt meg a zsaruknak. Azonban az még rejtély, hogy miért is nem akart megállni. Rejteget valamit? Kanabisz szaga van. Ja, elszívtam egy füves cigit. Gyors jármű átvizsgálás, és nem éppen légfrissítőt találnak. Egy kis fű. Őrizetbe vettük, amiért nem állt meg a járőrkocsinak. Ezen felül nincs biztosítása, és kanabiszt is találtunk a kocsiban, ami önmagában alapos gyanú. Miután a sofőr lebukott drogügyben, a női utast is ellenőrzik. Ajjaj! Ez mi? Nem az enyém. Ez mi? Egy előadásom voltam. Minek tűnik? Nem tudom. Valami extázi, nem? Igen, nyilván. Kokain vagy valami más pszichotróp anyag. Az utas kézitáskájában fehér porra bukkannak, így egyelőre ő sem megy haza. Megfelelő lábbelit kellene viselni. Imádom a szandálom, meg előadásom voltam. Nem kényelmes. Nem. Táncolni sem lehet benne. Nem mintha számítana, mert úgysem megy bulizni. Őrizetbe veszem drogbirtoklásért. Nem köteles vallomást tenni, de bármit, amit mond, bizonyítékként felhasználható ön ellen a bíróságon. Megértette? Igen. Sofőr és utas a bilincsben. A drog kellő magyarázatot ad, hogy miért nem akartak megállni. Úgy tűnik, hogy a Fiesta nem sokkal a szöges csapda előtt rántotta meg a kuplungot. Andy kicsit bosszankodik. Kitüntetést kaptam volna érte, hogy a szöges útzárral fékeztem meg. De így is jó a végeredmény. Nem sokon múlott a kitüntetés, de legalább megint lekapcsoltak valakit. Kiderült, hogy a sofőr nem csak a kuplunkhoz nem ért. Nincs se jogosítványa, se biztosítása. Kifelé! A földre! Beismerte, hogy nem akart megállni, hogy nem adott mintát, és hogy kellő körültekintés nélkül vezetett. A nő kézitáskájában talált fehér por amfetamin volt. A mennyiségre tekintettel csak figyelmeztetésben részesült. A késeléses büntények nagy része nagyvárosokban történik, főleg London, Birmingham és Glasgow belvárosában. De Angliában és Walesben egyre ijesztőbben magas a számuk. Este 10:30 múlt, és Ian Squire kutyás rendőr a német juhászával járőrözik. Nem gyakran mondhatják el, hogy csendes műszakjuk van. Most is jött egy aggasztó bejelentés a központból. Valamiféle zavargást jelentettek. Egy lakott területről. Valakinél egy bozótvágó van, és állítólag használja is. A lakosságtól folyamatosan érkeznek a bejelentések. Vagy nagyon részeg, vagy be van drogozva, és egy nagy macsete van nála. Azt kiabálja, hogy gyerünk. A legrosszabbra készülnek a bódult állapotban lévő macsetés miatt. Ilyen előtt halad Steve Brandt és Kev Salter egy fegyverrel felszerelt BMW-ben. Több bejelentés is érkezett a macsetés férfiról, akit Martinnak hívnak. Erősen ittas vagy bódult állapotban van. Világos kapucnis pulcsit visel. Vettem. A kutyák nincsenek messze, ugye? Találkozunk valahol? Igen, közel a címhez.
A rohamjárőrök megkapják az engedélyt a központból, hogy használhatják a fegyvereiket. Megkaptuk az engedélyt a fegyverhasználatra, ha úgy alakulna a helyzet. Felszerelkezve vonulunk ki arra az esetre, ha a macsetés gyanúsított nem lenne hajlandó együttműködni. Remélem, hogy minél előbb megtaláljuk, hogy ne rémizgethesse tovább a lakókat. Óvatosan! Úgy tűnik, hogy a férfi a barátnője házában van. A nő épségéért aggódnak. Hátra megyünk. Feszült pillanatok. Kaiser ideges. Alig várja, hogy akcióba lendüljön. A kollégák egyelőre keresik a férfit, és helikopterre szállunk, a magasból is megnézzük. Korábban már fenyegette a rokonait, hogy feldarabolja őket. A helikopter fölöttük köröz, nehogy a gyanúsított megszökhessen. Világít a lámpa, de pár sörös üveget leszámítva elég elhagyatott a ház. Körülbelül 20 tellás üveg van az asztalon. A parancsnok utasítására várnak. Erőszakos behatolás engedélyezve, ha nem okoz személyi sérülést. Rendben. Az ajtó már is megadja magát ennek a remek kulcsnak. Óvatosan. Gyerünk! Itt a rendőrség! Adja meg magát! Rendőrség! Rendőrség! Vújjon elő! Az egész ház üres. Sehol egy macsetés ember. Tiszta. Nincs nyoma a gyanúsítottnak. Egy kutyát találtunk bent. De az égi szempár kiszúrt valamit. A helikopter hőforrást látott arrafelé, hátul a kertben. Megnézzük. Oda küldjük a kutyát. A helikopter infravörös kamerája olyan érzékeny, hogy képes megtalálni a kertben vagy a műanyag kukában rejtőzködő szemét. Ideje, hogy Kaiser akcióba lépjen. Ha a gyanúsított macsetével menekül, hamarosan kiszimatolja. Menj előre, balra, úgy 5 métert a fától. Csak egy macska. Ennyi. Vaklárma volt. A helikopter élőlény hőjét érzékelte. Utána jártunk, a tettes is lehetett volna. De kiderült, hogy csak egy macska. Megesik. Átfésülték a környéket, de nem találtak semmit. Úgy tűnik, lukra futottak. Semmi újabb információt nem közöltek. A gyanúsított nincs a közelben. Később még elkaphatjuk. Ha ilyen bejelentés érkezik, a rohamjárőrök nem kockáztathatnak. A csapat megkönnyebbül, senki sem sérült meg. Visszavonulnak. 0036 óra, engedély érvénytelenítve. Köszönjük! Azt mondták, majd máskor elkapják a macsetés férfit, és így is történt. Már másnap sikerült. A bíróságon beismerte a támadást, a károkozást és a macsete tiltott használatát. 4 hónap börtönre ítélték, 2 évre felfüggesztve, valamint megbüntették 320 fontra. A macsetét megsemmisítették. Durham megyében együtt kezdi a műszakját Ian Bully Bulmer és a volán mögött Paul Jackson. A járőrözés munkájuk fontos része, és ha valamit ki nem állhatnak, azok az idióta sofőrök. Paul Jackson, 17 év szolgálat, kedvenc étele a popcorn, kedvenc könyve a Borzalmak Városa. Kedvenc szuperhőse Batman, és mint a köpenyes igazságosztó, ő is a bűn nyomában jár, hogy elkapja a szélhámosokat, akik megkerülik a törvényt.
Most jött egy hívás egy ingatlanról Krug közelében. Az elmúlt 20 percben egy autó egy házkerítésnek csapódott. A rendszám leesett, és még ott van. Egy személyautó kerítésnek ütközött, majd elhúzott onnan. És neki ment a háznak? A kerítésnek ment neki. Vettük. Megpróbálják kideríteni, hogy ki volt a sofőr. Valahol itt történhetett a baleset, ahol a lökhárító van. A rendszám pedig elárulja. Gyors ellenőrzés után világossá válik, hogy a delikvens az utcában lakik. Kérnénk a részleteket, de hallgatlak. Mielőtt haladhatnának, a központból keresik Jackót. A kedvenc nagynénid. Oh, szia, hogy vagy? De jó hallani a hangod. Jól vagy? Igen, egy autótörő idióta ügyével foglalkozom. A megoldáshoz nem kell szuperhősnek lenni. A tettes az utcában parkol a kocsival, lökhárító nélkül. Ha-ho! Jó napot, mi történt? A fiam elvitte a kocsimat. Értem. Megengedte neki? Nem. Hol van? Odafönt. A hölgy a könnyeivel küszködik, mert a fia vétett a törvény ellen, vagy azért, mert büszke rá? Tehát nem engedte meg neki. A bejelentés szerint utasok voltak a kocsiban. Azt mondják, maga is a kocsiban ült. Nem. Nem? Nem. Tagadja, hogy köztük volt. Kérdezzük ki. A fia ivott? Nem. Nem tudom. Szeretném megtudni, hogy elütötte valakit. Gyere ide! Azonnal! Áldozatokról nem érkezett jelentés, csak annyi, hogy a fiú vezette, hárman ültek benne, és neki ment a kerítésnek. Köszönöm. Szurkolj, hogy kiderítsük az igazat. A központ szerint csak is a fiú hibája az ütközés. Elnézést az előbbiért, tévedtünk. De Bulmer még nem elégszik meg. Három fő ült a kocsiban. Három? Három. Hol vannak? Leléptek. Mivel nem volt engedélye a kocsi vezetésére, a fiú ellen jármű önkényes elvétele a vád. Ezen kívül megszondáztatják. Gyere ki a szonda miatt. És kik a többiek? A börtön gondolatától az egész család sírva fakad. Fújt, 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 állj! Ezt neked adom. Aha, sejtettem. Az eredmény miatt őrizetbe veszünk ittas vezetésért is. Itt maradsz, mindjárt jövök. Jacko kapott egy tippet, hogy a kocsiban ülő haverok a szemközti házban laknak. Benne ültél a kocsiban? Igen. Jármű önkényes elvételével gyanúsítalak. A fiúk most félhetnek. A törvénytől és az anyjuktól. Őrizetbe veszlek. Miért csináltad? Nem tudtam, hogy nincs jogsia. Azt mondta, hogy van jogsia? Anya! Nem, ez az első eset. Azt hittem, hogy van jogsia. A fiút is őrizetbe veszik. Mindenki sír. Volt már gondod a törvénnyel? Nem, soha. Neked azt mondta, hogy van jogsia és vezetheti az autót? Azt mondta, az anyja megengedte neki. Hogy tört össze? Kiakadtam rá, hogy mit csinált. Nekünk azt mondta, hogy már letette a vizsgát. És hogy az anyja megengedte neki. Az anyja megöli. Fel kell vennem a vallomásotokat. A fiúk a sofőrt hibáztatják, nem vállalják a felelősséget. Jacko odaszól Bullynak a fejleményekkel. Hallgatlak. Van itt két betolt menő csávó, de igazat mondanak. Mindent a másikra kennek, hogy becsapta őket. Nem vállalnak felelősséget, de őszintének tűnnek. Rendben, mindjárt szólok. Rendben. Na, fiam, kérdezek. Azt mondtad a srácoknak, hogy vezetheted az autót, és hogy van jogosítványod? Azt állítják. Annyit mondtam, üljünk be a kocsiba. Jó. Gondolhatták azt rólad, hogy nincs jogsid? Nem. Nem. Megkérdezték, tudok-e vezetni, azt mondtam, igen.
Vettem már pár leckét, volt már 5-2 órás lecké. Értem. Mindössze 10 órányi vezetési tapasztalattal azt hitte, hogy körbeszágulthatja a tömböt. Ülj át a furgó hátuljába, beviszünk az őrsre. Az őrsön is megnézték a véralkohol szintjét, és az érték a megengedett alatt volt. Az ittas vezetést megúszta. De bűnösnek találták jármű önkényes elvételében, jogosítvány és biztosítás nélküli vezetésben, közúti veszélyeztetésben és cserbenhagyásban. Egy év próbaidőt, 150 óra közmunkát, 310 font pénzbüntetést és egy év járművezetéstől való eltiltást kapott. Reméljük, tanul belőle. Elment a fiú esze. A haverjai szerint úgy vezetett, mint egy eszelős. Remélem, hogy másnak nem ment neki. De úgy tűnik, hogy nem, hiszen sok gyerek kint játszik az utcán. Nagy szerencse, hogy az ütközés pillanatában nem tartózkodott senki annál a kerítésnél. Tragédia történhetett volna, amiért évekre rács mögé kerül. Életre szóló lecke volt. A statisztika szerint Clevelandben és Durhamben gyakrabban hívják ki a fegyveres rendőröket, mint Anglia bármely hasonló nagyságú körzetében. Ezért a rohamjárőrök magasan képzettek, rendőrség! Jól felszereltek és motiváltak. Nick Prest, álmai autója Skoda, hobbija a kerékpározás, kedvenc szuperhőse a vasember. Lőfegyveres járőr, és mint a példaképe vasember kigyúrt. Rossz hír a rossz fiúknak, és egy 5-ös BMW-ben, csak nem, repülni is tud. Tövig nyomja a gázpedált. Jelentették, hogy valaki puskával járkál a temetőnél. Egy férfiről szól a jelentés, hogy légpuskával mászkál a temetőben, és egy jó ideje már mesterlövész pozícióban látható. Lehet, hogy csak légpuska, de az is egy fegyver, és mint minden fegyver, rossz kezekben halálos lehet. A helyi járőr már elindult, sőt, talán már oda is értek a temetőhöz. A templom melletti temetőbe érve már látszik, hogy nincs szükség nagy elhárításra. Az éjszakai műszak járőrei már foglalkoznak vele. Na, lássuk. A fegyveres férfi harctéri neurózis jeleit mutatja, de inkább részeg, mint poszttraumás katona. És inkább az alvás, mint a lövésmestere. Rossz a térdem, tudja, milyen az? Halvány fogalma sincs, hogy mi rosszat tett, csak a fájós térde érdekli. Mi a helyzet a fegyverrel? Lőtt vele? Magáé a puska? Ha valóban légpuska és nem rendes puska, nem kell engedély hozzá. De ha alkalmatlannak tartják a tartására, elkobozhatják tőle. Ne már, nem megyek sehová, ne szívózzanak velem. Mi a keresztneve? Lehet másik fegyvere is, ezért megmotozzák. Mi? Ne turkáljanak a zsebemben, nincs nálam semmi. Megmotozzuk. Előtte megbilincselem. De könnyű azt mondani. Mi a frász? Mi a keresztneve? Mi köze hozzá? Csillapodjon le! Pofázik! Keresztbe a kezét. Bejelentést kaptunk, hogy valaki fegyverrel ólálkodik erre. Tudni akarjuk, hogy mit keresi. Hagyjanak! Részeg, igaz? Ereszen el! Csak megnézzük, hogy van-e magánál kés. Kés? Nincs. Kés? Nincs. Azt mondja, nincs fegyvere, de nem hisznek neki. Ki vele? Itt mi van? Lehet valami. Hol? Az övemen. Szokott lenni nálam kés, de... Ha nem légpuska van magánál, akkor kés? Igen. Értem. Arról beszél? Nem. Mi ez az egész? Hogy hívják? Lakossági bejelentés érkezett, hogy egy férfi a temetőben mászkál, kezében puskával. Ide jöttünk, hogy utána járjunk, érti? Ez... A zsebe? A részegvadász hirtelen dühös lesz. Elég! Nyugalom! Elég! Csillapodjon le! Mit képzel maga? Köcsög!
Gyorsan meggyógyult a térde, és rugdosással próbál szabadulni a járőrtől. Ezzel begyűjtötte a hivatalos személy elleni erőszak vádját. Könnyebb, ha magától ül be. Könnyebb, ha... Nyugodjon le! De ellenállás nélkül nem megy be. Kapják be! Szálljon be! Nem szállok be, amíg le nem játsszuk. Felfogta? Le a földre! Rajta! Csillapodjon! Küzdök, ellenállok! Nem törnek meg! Leszíjazzuk, úgy nem rugdoshat. Muszáj megkötözniük a saját érdekében. Felállítjuk, jó? Egy, tudják mit? Kettő. Álljon fel! Ez az, most be a kocsiba. Eresztenek! Hatástalanították a képzeletbeli vadászt, és jó, hogy nincs nála kés. Hajlítsa be a térdét! A térdét és a könyökét is, vagy eltörik. Egy újabb nap a vad északkeleten. Igen, néha ilyen is van. Láthatóan nem keveset ivott. Aztán elindult a temetőbe vadászni. Nem volt túl erőszakos, mégis egy csapat kellett hozzá, hogy elbánjunk vele, és a saját érdekében megkötözzük. Presti több éves tapasztalatának köszönhetően senkinek sem esett baja, és fegyverre sem volt szükség. Most már ártalmatlan, a furgonban ül. Fogdába tesszük, és várjuk, hogy kijózanodjon. Ittasság, garázdaság, valamint hivatalos személy elleni erőszak miatt elítélték. Egy év próbaidőt. Ki vele? 280 font pénzbüntetést kapott, és elkobozták a fegyverét. És rácsukjuk. Nem azt. Ja, ezt. Előfordul, hogy egy-egy hajsza során nem kapják el a rossz fiút. De mérget vehet rá, hogy utána bekopogtatnak hozzá. És nem egy avonos tanácsadóhölgy. Tegnap este egy sofőr meglépett a járőrök elől. Így ma reggel Lee Benson elmegy a sofőrnek vélt személy lakcímére. Elvileg a szomszédok azonosították a férfit. Ő az, aki a járművet használja. Lee Benson, 13 év szolgálat, kedvenc sportolója Lewis Hamilton, kedvenc együttese a Stereophonics. 13 éve szolgál a rendőrségen, ha megnyerné a lottó ötöst, megvenné a házat Kylie Minogue mellett, hogy szomszédok lehessenek. A biztonsági kamerák és a nagysebességű internet korában mindennél nehezebb kikerülni a törvényt. Minden információt, lakcímet megkereshetünk. Képről, fotóról könnyen azonosítható bárki. Tegnap a fegyveres rohamjárőrkocsi üldözte a sofőrt, most nekik fogok segíteni. Négy ilyen delikvensünk van, ő az utolsó. Napszemüvegben érkezik mellé John Stockholdermester a fegyveres rohamjárőrkocsiban. Így nézett ki? Kösz. Viszlát! Az őrmester megérkezik a ház elé, Lee pedig hátul megy be. Mintha valaki meglógott volna az udvaron keresztül, de a gyanúsított nem lehet, ő bent van a házban. A másik egység már kikérdezi. Ez minden? Igen, csak a kutyámhoz mentem volna. Nyiss a szét. Van még itthon valaki? Nincs. Házkutatást tartunk. Addig maga üljön csak le az asztal mellé. Tart olyat a házban, amit nem kellene? Nem. Nem. Mivel este nem állt meg a járőröknek, házkutatást tartanak és motozást. Bizonyítékot keresnek, ami a tegnap megmenekült kocsihoz kötné. Kérem, tartsa így a kezét. Mielőtt hozzálátnának, letartóztatják és megbilincselik. John észreveszi, hogy van kint egy nagy kutya. Szabadon van? Igen, sose kötöm meg. Ha elmegyünk, egyedül marad? Igen. Mivel ő is kutyagazdi, aggódik, hogy mi lesz vele, amíg a férfit bent tartják. Táp, víz? Adok neki vizet. Majd én. Jó. Boxer? Igen. Jó.
A kutyát ellátják, a férfit beviszik az őrsre. Lee és az őrmester átkutatják a házat. Bármi olyan iratot vagy tárgyat keresünk, ami a férfit a járműhöz köti. Forgalmi, sluszkulcs, műszaki, bármi olyasmit, ami bizonyítaná azt, hogy használja. Kiszúr valamit, de annak nem csak a kocsihoz van köze. Ez bizonyíték valamilyen drogra. Fű, igaz? Igen. Ez felveti annak a lehetőségét, hogy a férfi drogfogyasztó. A vezetési kihágás hirtelen eltörpül emellett. Előre csomagolt a dagok. Tele van velük a doboz. Arra utal, hogy vagy droggal él, vagy kereskedik. Valószínű, hogy a drog miatt nem állt meg este. Alapos ok a házkutatás folytatására. Az őrmester túl gyorsan húzta ki a fiókot. Nem bírta a kiképzést. Mielőtt még több kárt okozna, kimegy és megnézi a kutyát. Nagyon barátságosnak tűnik. Hív a vadon. A vadon szava. Lee talál valami maradékot a sütőben. Étvágygerjesztő. Inkább a kutya vacsorája. Nem csak Lee látott valakit kisurranni hátul, amikor idejöttek, hanem John is. Amikor felbunkantunk a háznál, és a fegyveres járőrkocsi az utcába jött, láttam egy férfit, ahogy menekül az udvaron át. A kutya oldal felé vette az irányt. Amikor te jöttél, akkor mászott ki a kerítésen és húzott el. Van egy ötletem. John hatodik érzéke súg valamit a kennelről. Ez a kutyaól. És a sarkában az ott kanabisz. Egy kutya gumizacskóban. Egy ekkora testű kutyának igencsak sűrű az anyagcseréje. A színe teljesen olyan, mintha ez is kutyagumi lenne. Nagyon nem örülnék, ha a kutya evett volna belőle. Az állatkínzás lenne. Benézek. Valószínű, hogy berezeltek, amikor megjelentünk. És arra gondoltak, ha házkutatást tartunk, a kutyakenelben biztosan nem keresnénk a cuccot. A gyanúsított kutyául fogja érezni magát, ha megtudja, hogy a kutyája milyen barátságos volt a rendőrökkel. Jó fiú. Ha te nem vagy, akkor sosem találjuk meg. Nekem is van kutyám. A kutya mindig segít a gazdinak. Most a jó oldalra állt. John betelefonál a jó hírrel. Igen, csak azért szólok, hogy a gyanúsítottnál több adag füvet találtunk. A szobában és a kennelben. A házkutatást még nem fejeztük be. Egy kis türelem. Nem sokára végzünk. Több mint 400 font értékű füvet találtak. Szép munka. Igen, a kutya nagyon barátságos volt, ez kapóra jött. Ha harapós lett volna, nem végzünk ilyen gyorsan. Szerintem belekóstolt a fűbe, azért volt ilyen tompa és barátságos velünk. A gyanúsított is feltűnően tompa volt. Furán nyugodt volt ahhoz képest, hogy ennyi füvet rejtegetett. Nem ellenkezett, örömmel jött velünk. Azt akarta, hogy minél előbb eljöjjünk a házból. Nem került elő bizonyíték, ami a gyanúsítottat az előző esti közlekedési kihágáshoz köthetné. Végül kannabisz birtoklásáért büntették meg. Másfél év próbaidőt, 200 óra közmunkát és 100 font pénzbírságot kapott bűnügyi költséggel együtt. In 2013-ban először lépte át a 4 milliót a jogosítvánnyal rendelkező 70 év felettiek száma. Azonban előbb-utóbb eljön az a pont, hogy egy bizonyos életkorban már képtelenek vagyunk biztonságosan vezetni, és ideje szögre akasztani a sluszkulcsot örökre. Phil Muir és Pete Gibba Gibson rohamjárőrök Darlington külvárosában járőröznek, amikor riasztják őket egy idős sofőr miatt. Egy kék Skoda Octavia elsodort két másik járművet, és a járdán kötött ki a Hoskins kocsma előtt. A járókelők között? Elvesztette az irányítást, és a vásárlókkal teli forgalmas járdára hajtott. Nincs vesztegetni való idejük. Az a városközpontban van. Gibba beletapos, Phil pedig ismeri az utat.
Arra, egyenesen. Arra? Jön egy körforgalom még. Ahogy odaérnek, egy össze-vissza horpat járművet látnak a járdán, a boltok és a jelzőtábla közé ékelődve. Minden rendben? Persze. Gyorsan intézkednek. Itt tolatni kezdett. Neki ment egy kocsinak, aztán előre ment. Igen. Elvesztette az irányítást. Igen. Mint aki nem tud vezetni. A Skoda úgy néz ki, mint amit felkapott a forgószél. Iszonyú mészárlást végzett volna a járókelőkkel. Csodával határos módon senkit sem ütött el, és a sofőrnek sem esett baja. Annak a hátulját csapta meg, aztán feljött a járdára, és egyenesen hajtott hosszan. Követhető. Addig, ahol most jönnek ki a boltból, majd megállt. Jó. A térfigyelő kamerákon világosan látszik, ahogy veszélyesen halad a járdán. Szerencsére senkit sem gázolt el. Hála Istennek csak dologi kárt okozott. Csak is a szerencsének tudható be, hogy személyi sérülés nem történt. Ki kell deríteniük, hogy miért történt. Én csak hagyományos módon be akartam tolatni a parkolóhelyre. De ehelyett az autó elindult előre. Előre? A járdára, érti? A sofőr hibázott, és ilyen idősen bárki elkövetheti ezt a hibát. Menni fog egyedül? Nem igazán. Nem? Giba segít a sofőrnek. Kicsit balra. Így jó lesz, nagyon jó. Ezt nem tanítják a járművezetői tanfolyamon. Jó utat, ne kövess el még egyszer, jó? Az idős sofőr nem tervezett járdás kirándulása végül a járművezetői karrierjének végét jelentette, és a jogosítványát bevonták. Szerte az országban a zsaruknak sajátos szókincsük van. Ma délután Paul Faulkner őrmester helyettes járőrözik Stockton-on 10-ben, és lokókat keres. A lokó zsaruszleng. Azt jelenti felénk, hogy lopott kocsi. Néha úgy hívjuk, hogy LG, azaz lopott jármű, de gyakoribb a lokó. Másik kedvence a frankó. Ott van még a frankó, ami azt jelenti, hogy klassz. Hogy valami annyira szenzációs, baromi jó, hogy egyszerűen nincsenek rá szavak. Paul Faulkner kedvenc járőrautója az összkerékhajtású BMW 330D, kedvenc étele a vasárnapi ebéd, kedvenc sorozata a Sherlock. A gyakorló nyelvész Paul ezen kívül lelkes hobbi kertész is, és imádja gondozni a kertjét. A növények iránti szakértelme felbecsülhetetlen előny, hiszen a rohamjárőröknek meg annyi fűvel van dolguk. Lakossági bejelentés érkezik a központba egy régi Fiesta-ról, egy közeli lakótelep körül. 417 MFN, piros Ford Fiesta Finesse. A bejelentés alapján azonosítottuk. Nincs biztosítása, tavaly augusztusban lejárt a műszakija, és ideiglenesen kivonták a forgalomból. A bejelentés szerint nincs biztosítása. Ütött kopott piros Fiesta. Paul reagál a bejelentésre. És hamarosan meglátja a piros Fiestát. Kis esély van arra, hogy a préda meglépjen az üldözője elől, de a biztonság kedvéért erősítést hív. Már a nyomában vagyok. Előttem halad a Fiesta, vagyis elém vágott. Ne kapcsolj villogót, megyünk. A sofőr rossz döntést hozott, hogy egy rohamjárőr elé vágott. Most elkövet egy újabbat, zsákutcába hajt. Ezzel a saját csapdájába esett. Az erősítés még sehol. Három fiatalember ül az autóban, és lehet, hogy ők az új Usain Boltok. Jó napot, minden rendben? De nincsenek futásra alkalmas állapotban. Na fiúk, kezeket a műszerfalra. A kocsi bűzlik a kanabisztól. Mindenkit meg fogok motozni.
Van valamelyiküknél drog? Van? Nincs? Nincs. Biztos? Biztos? Nincs. Kérem a jogosítványát. Biztosítás? Nincs. Ennél jobb szó nincs is rá. Se jogosítvány, se biztosítás, és egy fűtőbűzlő autó. Ideiglenes? Nincs. Nincs? Semmi? Nincs jogsid. Még a haverja is meglepődik. Megbilincselem. Megérkeznek a kollégák. Segítenek a kocsi átvizsgálásában. Ide a kezét. Ehhez bilincselem, nehogy bármit elrejtsen. Van magánál bármi illegális? Nincs. De Paul talál valamit. Az őszinteség a legjobb. Mi ez a rengeteg tabletta a zsebében? Csak altató. Persze. A közúti rutin ellenőrzésből szabályos drograzzia lett. Egy frankó razzia. Jócskán találtunk nála készpénzt is. Körülbelül 300 fontot kis címletekben, főleg ötösökben. Ez tipikusan dílerkedésre utal. A zsebében több tucat tabletta volt. Nagy része előre kis adagokba csomagolva. Eleve bevittük volna az őrsre, de most már semmi kétség, hogy sok minden van a rovásán. Kanabiszt még nem találtunk, ami miatt félreállítottam őket. A sofőr mindössze 17 éves, és azt állítja, hogy a bogyó csak altató. De ekkora mennyiséggel komoly álmatlanságban szenvedhet. És előkerül egy kés az ajtóból. Rozsdás, régi. A kocsi belül úgy fest, mint egy hamutartó. Csupa fűtörmelék, de csekély mennyiség. Cannabis morzsák, apró darabkák. Úgy tűnik, mintha megpróbálták volna elrejteni a kocsi oldalába, és közben kiszóródott az acskóból. Nem jelentős mennyiség, de ahhoz elég, hogy kihallgassuk őket. A labor megvizsgálja a tablettákat. Paul egyelőre feltételezi, hogy kábítószerről van szó, így mindhárom férfit őrizetbe veszi. A drogbirtoklás mellett a jogosítvány és biztosítás nélküli vezetés is problémás. Az anyós ülésen ülő fiatalt a kés miatt veszik őrizetbe. Támadásra alkalmas fegyver. Nem köteles vallomást tenni, de bármi, amit mond, bizonyítékként felhasználható a bíróságon. Megértette? Mondjuk. Fogadhat ügyvédet, őrizetbe vesszük. Tisztázhatja magát. Az őrsön, ahol mesztelen motozás hajtanak végre rajtuk a drog miatt, kihallgatják őket, és éjszakára ott is maradnak. Óvadék ellenében távozhatnak. Irány a fogda. Mi a baj? Nagy rám. Elnézést. Istenem. A tabletták pszichotróp anyagot tartalmaztak, így a sofőrt bűnösnek találták drogbirtoklás, valamint jogosítvány és biztosítás nélküli vezetés miatt. Ilyen eredményre számítottam. Örülök a lakossággal való hatékony együttműködésnek, hogy a közösség bízik bennünk. A bejelentés nyomán 3 delikvenst kiiktattunk.